A temetkezési szokások az idő előre haladtával folyamatosan változtak, hol a történelem, hol pedig a korabeli divat volt hatással rá. A Fiumei úti sírkert a főváros legrégebbi, a legnagyobb nagyjaink emlékműveit rejtő csodás park, ahová halottak napja kapcsán látogattunk el. A legelső és az egyik legnagyobb temetés, amely híressé tette a Fiumei úti sírkertet, Vörös Martin Mihály temetése volt. Sírfelirata nem véletlenül Mihály, felesége ugyanis így hívta a magyar romantika egyik legnagyobb költőjét, aki 1855-ben, 6 évvel a szabadságharc leverését követően hunyt el. Lényegében az ő temetése volt az első ilyen hazafias jellegű tömegrendezvény Magyarországon, hiszen ugye ebben az időszakban gyülekezési tilalom volt érvényben, és ez alól csak a temetések jelentettek kivételt. A temetések nem csak megemlékezések voltak viharos történelmünk során. Amikor a nemzet nagy költője, a szózat szerzője 1855-ben elhunyt, akkor több tízezeres tömeg kísérte előtt az utolsó útjára, és az egyúttal egy néma tüntetésé, egy néma politikai tiltakozássá vált a fennálló Habsburg önkényuralommal szemben. Ezt tette igazán naggyá és kedvelt temetkezési helyé a Fiumei úti sírkertet. Kossuth Lajos 1894-ben hunyt el Torinóban számüzetésben. Amikor ő meghalt, akkor rögtön felmerült a magyar politikai vezetők körében az igény, hogy hát haza kellene szállítani Kossuth holttestét, és itthon kellene eltemetni. Ekkor még Ferenc József volt a törvényesen megkoronázott magyar király, aki leverette a magyar szabadságharcot, és akinek Kossuth Lajos esküdt ellensége volt. Első körben nem akart engedélyezni azt, hogy hazahozzák Kossuthot. Végül Vekerle Sándor közbenjárásával engedélyeztek Kossuth hazahozatalát Ferenc József, de a temetésen nem vehetett részt állami vezető. A vonat, ami hazaszállította a Kossuth holttestét Olaszországból, az Ausztrián csak éjszaka és a legnagyobb titokban haladhatott keresztül. A főváros vállalta magára a temetést és annak teljes költségét is. Magyarország addigi történetének a legnagyobb szabású temetése. Egyes becslések szerint olyan 600 ezeres tömeg kísérte el Kossuth Lajost az utolsó útjára. Egy egyszerű sírboltban helyezték akkor örök nyugalomra. A mauzóleumot csak később pályázati kiírás útján emelték 1902 és 1909 között. A Batthyány családé a második legnagyobb mauzóleuma a sírkertnek, ahol Kossuthéval ellentétben már valódi kripta is található. A kivégzői egy jeltelen sírba szerették volna elhantolni, itt Pesten a régi Józsefvárosi temetőben, azonban szerencsére annak a papnak, annak a plébánosnak, akinek ezt a temetést végre kellett volna hajtani, sikerült kicsempészni a Batthyány holttestét a temetőből, és itt Pesten a mai Ferenciek terén lévő Ferences templomnak a kriptájában rejtették el, és egészen 1870-ig ott nyugodott. A kiegyezést követően vált lehetővé, hogy Batthyányit végre méltó módon temessék el. De mivel ugye ekkor már az a Ferenc József volt a törvényesen megkoronázott király, aki leverette a magyar szabadságharcot, és aki kivégeztette Batthyány Lajost felségárulásért, ezért sem a magyar kormány, sem pedig a főváros nem merte azt bevállalni, hogy ők finanszírozzák ennek az épületnek a felhúzását. Gyűjtést hirdettek, így a mauzóleum közadakozásból épült fel. 1872 és 1874 között készült Sikedanc Albert tervei alapján, és 1874-ben, amikor elkészült, akkor helyezték át ide Batthyány Lajosnak a földi maradványait. 1956-ot követően a Kádár rendszerben igyekeztek a temetőnek munkás mozgalmi jelleget adni. Ezután rengeteg művészünk a rendszer elleni tiltakozását azzal fejezte ki, hogy nem ide temetkezett. Így jött létre a Farkasréti temető, mint egyfajta második alternatív nemzeti panteon. A 45 utáni időszaknak a jeles képviselői, vagy hát a javarészük, az nem itt van eltemetve, hanem a Farkasréti temetőben. A 90-es évek végétől újra elkezdődtek a nagy temetések a Fiumei úton. Ma sokan, többek között Makkároly filmrendező, Szervácius Tibor szobrászművész, Andy Vajna filmproducer, Bálint György kertészmérnök is a Fiumei úti sírkertben kapott örök nyughelyet. Most a napokban temették ide hozzánk Szakcsi Lakatos Béla kitűnő jazz zongoristát is. Mindamellett, hogy elterjedt a szórásos temetkezés, azért még mindig fontos számunkra az anyagban élőknek, hogy hol és miképpen tudnak ránk emlékezni utódaink.